Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, és egy olyan kérdésre szeretnék válaszolni, amit szándékosan megőriztem abban a formában, ahogy a kérdező feltette, bár maga a bibliai szöveg, amire rákérdezett, az nem egészen pontosan erről szól. A kérdés úgy szólt, hogy miért mondta Jézus, hogy senkit ne hívjunk tanítóknak. Na most, amiért ragaszkodtam a kérdés eredeti formájához, az a következő. Feltételezem, hogy maga a kérdező nem ilyesmire gondolt, de sajnos a tapasztalataim azt mutatják, hogy az evangéliumi keresztény közösségekben van egy olyan tendencia, hogy a tanítást és a tanítói szolgálatot valami módon hajlamosak vagyunk leértékelni és szembeállítani a lelkiséggel. Úgy állítjuk be a dolgokat, minthogyha az ember minél tanulatlanabb volna, annál lelkibb ember volna, és minél többet tanul, annál többet veszít el a lelkiségéből. Ez a gondolkodás azonban korán sem egy bibliai gondolkodás, és nincs összhangban azzal, amiről a valódi történet szól. Máté evangélium a 23. fejezetében találjuk meg egyébként ezt a történetet. Jézus a farizeusokról beszél itt, azokról a farizeusokról, akik rangkórságban szenvedtek, akik a látványnak éltek, és szüntelenül dicsekedtek hol a lelkiségükkel, hol a tudományukkal, hol az elkülönülésükkel, különböző dolgokkal, amire rendkívül büszkék voltak. Jézus mondja, hogy szerették az előülést a zsinagógában, a főhelyeket, szeretett vendégségeken, és elvárták, hogy az emberek hajbókoljanak előttük, és megalázzák magukat előttük. Amikor Jézus látta ezt, akkor az ő tanítványaihoz fordult, és azt mondta nekik, hogy ti ne tegyetek így, ne hívassátok magatokat se mesternek, se úrnak, mert egy a ti mesteretek és egy a ti uratok, Jézus Krisztus. Tehát nem arról van szó, hogy ne hívjunk valakit tanítónak, hanem arról van szó, hogy ne hívassuk magunkat, és ne ruházzuk fel magunkat különböző rangokkal és különböző címekkel. Tehát ez a döntő különbség abban, ahogy a kérdés elhangzott, és ahogy a bibliai történet maga szól. Miért tartom fontosnak azt, hogy a tanítást és a tanítói szolgálatot értékeljük és komolyan vegyük akkor is, hogyha köztudottan egy olyan korban élünk, amikor a tanári hivatás és a tanítói hivatás nem nagy megbecsülésnek örvend sokfele a társadalom különböző rétegeiben. Arról van szó, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. És a tanítás, az igaz tanítás és a Biblia szellemében való tanítás rendkívül fontos. Az örök élet, hogy megismerjenek téged az igaz Istent, mondta Jézus Krisztust, és akit te elküldtél, a te fiadat Jézus Krisztust. Tehát számos ó és újszövetségi bibliai szöveg szól arról, hogy az Atya, Fiú, a Szentlélek tanít, hogy Isten tanítókat hívott el, pásztorokat hívott el, akik felkészítik a szenteket a szolgálat munkájára, és a papoknak ez volt a feladatuk, hogy tanítsanak,
és akik megvetették a tanítást, azokat Isten elutasította és megszégyenítette, legyen szó papokról, vagy legyen szó az ő saját népéről. Azt mondja, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Tehát nagyon fontos az, hogy a tanítást értékeljük és megbecsüljük. Pál apostol a pásztori levelekben arról beszél, hogy a presbiterek kettős tiszteletadásban részesüljenek, különösképpen azok, akik a tanításban fáradoznak. Miért fontos ez? Azért, mert a tanítás nem a tanítóért van, hanem a tanítványokért van. És Kálvin Jánosnak egy nagyon érdekes gondolata van, amikor a presbitereknek, vagy püspököknek a különleges tiszteletéről, vagy megtiszteléséről beszél, azt mondja, hogy Sátán egyik eszköze, amivel a tanítványoknak kárt okoz, hogy lejáratja a tanítókat is, lejáratja a tanítást, és így módon megfosztja az Isten népét, az Isten igéje tanulmányozásának az áldásaitól. Tehát valójában veszélyes dolog a tanítást megvetni, mert kárvallottjai leszünk annak, hogyha nem vesszük komolyan az ige tanítását. Természetesen újra meg újra hangsúlyoznom kell azt, hogy az ige tanítását és nem akármiféle tanítást, hiszen Pál apostol arról is határozottan beszél, hogy vannak, akik egész életükben tanulnak és az igazság ismeretére mégsem jutnak el soha. Vagy akik saját tetszésük szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, akik az ő szájuk íze szerint tanítanak, és ez az utolsó időknek az egyik jele. Tehát nem akármiféle tanításról, hanem az igeszerű tanításról beszélünk itt. Jézus Krisztus szavait azonban mégis azt mondom, hogy nekünk tanítóknak is rendkívül komolyan kell vennünk. Amikor én ledoktoráltam, ennek jó néhány éve van, nem cseréltem ki a személyigazolványomat. Én ma is Szilvási József vagyok. Igaz, hogy van egy doktori fokozatom, de ez egy funkció szempontjából fontos, nevezetesen, hogy a felső oktatásban be tudjam tölteni a hivatásomat. Ahogy a gépkocsi szerelőjének is szüksége van szakképesítésre ahhoz, hogy el tudja végezni a munkáját, úgy a tanítónak, a tanárnak, a professzornak is szüksége van arra, hogy rendelkezzen a megfelelő felkészültséggel. De ez nem valami cím, nem valami rang, nem az, amit kiteszünk a kirakatban, hanem ez egy eszköz, ami alkalmassá tesz bennünket arra, hogy a mi szolgálatunkat el tudjuk végezni. Tehát nem azért van, hogy dicsekedjünk vele, hanem azért van, hogy még alkalmasabbak legyünk a szolgálatra, és még jobban el tudjuk végezni a mi szolgálatunkat. Ezért valóban komolyan kell vennünk a történetnek azt az oldalát is, amit Jézus a farizeusokra nézve mondott, hogy azért senki ne doktoráljon, vagy azért senki ne váljon tanárrá, hogy mint egy ranggal dicsekedjen, hanem legyen doktor, vagy legyen tanító, vagy legyen pásztor azért, hogy az Urat és az Isten népét a legtisztábban, a legnemesebben, a legigazabban és a legnívósabban, a legszínvonalasabban tudja szolgálni. Ha így viszonyulunk hozzá, akkor a tanítás és a tanítói szolgálat Isten áldása lesz. Mind a tanítóra, mind a tanítványokra nézve, amit Isten adjon meg mindnyájunknak az ő kegyelméből.